a Jordán vízében megkeresztelkedett, leszállott a Szentlélek ereje, majd midőn a kereszten függött, a vérrel egyik oldalából víz fakadt, a feltámadás után pedig tanítványainak parancsba adta, menjetek, tanítsatok minden népet, mert keresztelték őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Most tekints egyházat egyesen, és jóságot is, amely számunkra keressék forrását. A Szentlélek adja meg ennek a víznek egyszerű fiat kegyelmét, és az ember, akit két mások hallottára keressék által, az ősbűn szennyétől tisztálatosra, vízről és Szentlélekből véletlenszülessék. Add, Urunk, hogy fiat által szálljon el a vízre a Szentlélek ereje, hogy mindazok, akik Krisztus halálába temetkeznek a keresség vízében, életre is keljenek bőle, Krisztus, amit tudunk állítani. Kedves szülők és keresztszülők, a gyermekeknek, akiket az egyház színjáni hoztatok, Isten jósága új kegyelmi életet vízből és Szentlélektől. Neveljétek majd őket Szentlélek tanítása szerint, féltő gonddal ügyeljetek arra, hogy az isteni élet napról napra növekedjék bennük, és azt a bűn soha meg ne feltűzze. Reméljük, hogy hitbeni meggyőződésre hozzak ide benneteket, és hogy készségesen vállaljátok a gyermek megkeresztelésére járó felelősséget. Gondoljatok arra, hogy ti is részesültetek a Szent Keresztségben. Mondjatok rá ellentét minden, aztán pedig tegyetek tanúságot hitetek, hogy Jézus Krisztus van. Ez az egyház hite, és ebben a hitben keresztelik meg a gyermeket. Ellen a mondatot a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságában élhessen. Ellen a mondatok a gonoszság csábításának, hogy a bűn uralma alá ne kerüljetek. Ellen a mondatok a sátának, aki a bűn szerzője és bűnye. Hisztek-e Istenben a mindenható Atyában, mennyek és törzsek teremtményét? Hisztek-e Jézus Krisztusban Isten egyszülött fiában, a mindenünkben, aki Szűz Máriától született útvonalán szembenet, akit eltemettek, de föltámadt a halálból és igazgatjának jövő? Hisztek-e a Szent Lélekben, a katolikus Anya Szentegyházban, a Szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testek föltámadásában és az örök életben? Ez a mit? Ez az Anya Szent Egyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Akarjátok-e, hogy Balázs Attila, Barna Mendel és Raúl elnyerje a keresztséget az egyház hitében, amit az himnit mindnyájan megmondott? Jöjjetek az Úrhoz, és megnyilvánosodik neked. A mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, megszabadított benneteket a bűntől, vízből és Szentlélektől új életet.
Kedves szülők és keresztülők, rátok a világosságot és a kegyelményet, amelyet ezt jelentelek. Húvjának pontosan a gyermekéhez, akikben a rárazó Krisztus védessége szüntelenül a világosságot jelentelek. Maradjanak állatosan, amikor az út helyre, előbb a járvóságot Legszentebb édesanyának, boldogságú Szűz Máriának példáját követve, a keresztény édesanyának is bemutatják el nekünket a mennyei atyának. Kedves édesanyám, a gyermek is nem haját ér, ezért hálás szíven köszönhetek magad, amit érte a mindenhatóknak, és áldjátok templomában az Úr nevét. Ne felejtjétek azonban a örömetet, csak akkor lesz teljes, hogy gyermekekben Istenet is kerüljön. Vigyázzatok tehát testvérek és lelkükre, tanítsátok őket imádkozni, ismertessétek neked Isten igazságait és parancsait, óvjátok őket a világtól, és tartsátok távol őket. Azért imádkozzatok, hogy ne csak borban, hanem bölcsességben és kedvességben is növekedjenek Isten és az emberek.
Tehát tennünk is ilyen azt, amire Jézus közében. Ehhez kívánok sok kegyet.